Tisztelettel köszöntöm a hatos csatorna nézőit. Önök a terézvárosi kék híreket hallják. Hatóságunk bejelentést kapott 2015. január 12-én délután 17 óra körüli időben a Szinyei Mersepál utca egyik társasházából, miszerint a földszinten valószínűleg robbanószert találtak. Illetékességből azonnal értesítettük a készenléti rendőrség tűzszerész egységét, akik a helyszínre haladéktalanul kivonultak. Megállapították, hogy a tárgy egy M50-es típusú, orosz gyártmányú, hatástalanított aknavető gránát, mely veszélyt egyáltalán nem jelent. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága eljárást indított lerészegítéssel vagy bódult állapot előidézésével csoportosan elkövetett kifosztás büntette elkövetésének alapos gyanúja miatt S. Zoltán, S. Robert Attila magyar állampolgárok és T. Simon Zoltán Tiberiu román állampolgár ellen. Nevezett személyek megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy 2015. január 8-án 16 órát követően hölgyismerősükkel együtt felmentek a hölgy barátnőjének a tulajdonában lévő a 6. kerület Szondi utcában található lakásába, majd ott italozni kezdtek. A férfiak megvárták, amíg a hölgy lerészegedik és elalszik, majd magukhoz vették a lakás tulajdonos gépjárművének indító kulcsát, ékszerdobozából kivettek 60 ezer forint készpénzt, szintén nevezett nadrágjából 10 ezer forintot, valamint eltulajdonították mobiltelefonját. Ezt követően az alvó hölgy füléből kivették az egyik fülbevalóját, valamint a nála lévő kék színű cigarettás dobozt. A lakás tulajdonosa körülbelül 18 óra 45 perc körül érkezett haza a fenti címre, ahol a személyek valamennyien ittas állapotban még ott tartózkodtak, és közülük a hölgy még mindig részegen aludt. A három férfi a tulajdonos érkezésekor a helyszínről elmenekült. A lopással okozott kár körülbelül 100 ezer forint. A fenti tárgyak a készpénz kivételével a rendőri intézkedés során a férfiaktól előkerültek. Az esetet követően intézkedtünk a feltételezett elkövetők felkutatására, ami a környező területek átvizsgálásával járt. Ennek során néhány utcával arrébb a személyeket kollégáink felismerték, akiket elfogtak és előállítottak. Megkezdtük kihallgatásukat és intézkedtünk előzetes letartóztatásukról. Hatóságunk eljárást folytat a kisebb értékre elkövetett lopás vétsége elkövetésének alapos gyanúja miatt B. Zoltán és A. Ferenc Mihály budapesti lakosok ellen. Nevezett személyek megalapozottan gyanúsíthatóak a fenti vétség elkövetésével az alábbi tényállás alapján. 2015. január 14-én 11 óra 45 perc körüli időben a 6. kerület Bajcsy-Zsilinszky út elején található hivatalos pénzváltóba tartott egy házaspár valutaváltási szándékkal. Miután az utcán sorba kellett állniuk a bejutáshoz, odalépett hozzájuk egy férfi, aki megkérdezte, hogy van-e eladó pénzük. Válaszként közölték, hogy forintot szeretnének beváltani kanadai dollárra. A férfi ezek után azt mondta, hogy az eladási ár és a vételi ár közötti középáron tudna váltani dollárt, amiben a sértettek beleegyeztek. Megbeszéltek egy néhány perccel későbbi találkozót a Király utca sarkára. Amikor odaértek, a gyanúsított már a társával együtt várta őket, és megtörtént a pénzváltás. Átszámolták a pénzt, ami a kialkudott 1000 dollár volt. A két férfinek átadták az érte járó forintot, majd a gumival átkötött valutaköteget átvették, és a helyszínről távoztak. Mielőtt felszálltak volna a metróra, felfedezték a cserét. Azt látták, hogy csak az első, a külső bankjegy kanadai dollár, azaz egy darab 20 dolláros, a többi pedig 500 forintos bankjegy volt, így 10 ezer forintot kaptak a 224 ezer forintjukért. Ekkor kerestek a közelben rendőr kollégákat, akik bekísérték őket a 6. kerületi rendőrkapitányságra. Feljelentésük megtétele során a nyomozók a nyilvántartásból
megpróbálták a feltételezett elkövetőket beazonosítani, ami a fényképes adatbázis felhasználásával sikerült is. A házaspár mindkét tagja egymástól függetlenül határozottan felismerte a két gyanúsítottat, akik felkutatására haladéktalanul intézkedtünk. B. Zoltánt hatóságunk munkatársai lakásán elfogták, előállították és intézkedtek őrizetbevételére. A. Ferenc Mihály ellen körözést adtunk ki, miután sem a bejelentett lakcímén, sem egyéb vélt tartózkodási helyein nem volt megtalálható. A bemutatott fényképek alapján kérjük a tisztelt nézőket, hogy amennyiben nevezett személy hollétéről tudomással bírnak, őt valahol felismerik, haladéktalanul értesítsék hatóságunkat a már jól ismert 112-es vagy 107-es telefonos hívószámok bármelyikén. 2015. január 16-án rendőri intézkedést kértek az Andrássy út egyik társasházának lakásához. A bejelentő elmondta, hogy előző nap 23 óra körüli időben csörgött a vezetékes telefonjuk. Miután felvette, nem szólt bele senki, de körülbelül 5 perccel később ismételten csörgött a telefon, és amikor felvette, abba egy női hang sírva mondta, hogy nagypapa, segíts rajtam, összetörtem a kocsit, pénz kellene. Az úr kérdezte tőle, hogy mennyi, amelyre a női hang azt válaszolta, hogy legalább 500 ezer forint. Erre azt válaszolta, hogy annyi nincs itthon. Majd megkérdezte, hogy hol van, és mennyi pénzük van otthon, azt elviszik neki. Válaszként a telefonáló csak annyit mondott, hogy nem kell menni sehova, majd egy férfi ismerőse elmegy a pénzért. A bejelentő felesége lement a lakóház elé, azonban ott senki nem volt. Ezt követően rövid idő múlva az állítólagos unoka ismét telefonált, hogy a férfi most már ott van a helyszínen. A bejelentő feleségének azonban már gyanús volt a dolog, ezért ismételten lement az utcára. A hölgy tanúvallomásában elmondta, hogy találkozott egy férfival, aki miután közölte vele, hogy otthon nekik nincs ennyi pénzük, a helyszínről eltávozott. Rövid ideig a hölgy követte az ismeretlen férfit, ő azonban a következő utcasarkon beszállt egy autóba, és ismeretlen társával elhajtottak. Miután visszament a lakásába, felhívta az unokáját, aki közölte vele, hogy ő otthon van és alszik, az autója pedig nincs összetörve, mivel a garázsban áll. Ezt követően értesítették a rendőrséget. A házaspár elmondása szerint ez az egész körülbelül egy óra alatt zajlott le, több telefonhívás során. Az idős hölgy elmondta azt is, hogy a sötétben nem tudta megfigyelni a gépkocsit, amiben az ismeretlen férfi beszállt, de annyit tudott róla elmondani, hogy körülbelül 30-35 év körüli, körülbelül 175 cm magas, átlagos testalkatú, fehérbőrű férfi. Sötét kabátot és sötét színű szövetnadrágot viselt. Amennyiben az elhangzottak alapján valakinek érdemi információk állnak rendelkezésére az esettel kapcsolatban, vagy vele esetleg ismerettségi körében valakivel hasonló eset történt, kérjük, értesítsék hatóságunkat a már korábban is ismertetett 112-es vagy 107-es telefonos hívószámok bármelyikén. A fent leírt esettel kapcsolatosan el kell mondanunk, hogy ez több szempontból is igen tanulságos volt. Egyrészt a bejelentő nem ellenőrizte azonnal a hívó felet, amint viszont ezt később már megtette. A késő esti időpontra nem voltak tekintettel, hanem gondolkodás nélkül lementek az utcára. Ez sajnos, miután idős emberekről van szó, potenciális veszélyforrás. Miután ezek a bűnelkövetők pénzre hajtanak, az erőszakos cselekményektől sem riadnak vissza. Az idős hölgy ugyan már gyanúsnak találta az ismeretlen férfit, de még ezután is inkább követte, mint hazafelé ment volna. Szerencsére ebben az esetben nem történt semmilyen atrocitás. A házaspár az esetet összefüggően, tényszerűen és egybehangzóan mondta el, amivel több lényeges információt osztott meg nyomozóinkkal. Ez a későbbiekre nézve igen fontos lehet, miután a közelmúltban voltak ehhez hasonló eseteink.
Megköszöntük a segítséget az idős személyeknek, hiszen úgy is történhetett volna, hogy mivel nem volt károkozás, ezért be sem jelentik. Az pedig nagyon fontos, hogy ne maradjanak látens esetek, hanem minden ügyről, még az elköveték részéről sikertelenek esetén is értesüljünk. Ezek voltak a heti Terézvárosi Kék Hírek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép hetet kívánok. Viszontlátásra!